A nyári időszakban sem állt meg az élet a Maroshegyi Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Pénteken egy új kiállítás nyílt a kulturális intézményben. Hely tulipán tulipán címmel C. Budai Katalin festett bútor készítő népi iparművész alkotásait, tulipános kazettáit láthatják az érdeklődők. A bútor festésre annyit kell tudni, hogy először itt Magyarországon tájegységekben festettek, tehát a legelső munkák azok a mennyezet kazetták voltak a templomokba. Ide ugye a vitrinekbe tájegységek szerinti mennyezet kazettákat tudtam tenni, mivel hogy putorokat nehéz lett volna belehelyezni. És akkor úgy, ahogy elindult a maga az asztalos ipar, tehát a fűrészmalmok és a butorok, a fenyőbutorok azt már nem faragták, hanem festették. A tárlatot Gonda Emma, a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága elnökségi tagja elsősorban a hitelessége miatt ajánlja. Nagyon fontos, hogy tényleg hiteles forrásból nézzük meg azt, hogy milyen mintákat lehet használni, milyen színvilágot és milyen mintakincset lehet használni, és hogy a butorfestés hogy lehet az élő háztartásokba bevonzani, hogy lehet a lakáskultúrában ennek szerepe akkor is, hogyha nem tetőtől talpig vagyunk mondjuk matyóhímzésben vagy kalocsai mintában. A műves munkák egészen augusztus 2-ig látogathatók az intézmény nyitvatartási idejében, a belépés díjtalan.